Na, elvileg itt vagyok a váltónál, valószínűleg ez a leeresztője, és ott az pedig a feltöltője lehet, de nem vagyok benne biztos, viszont azt tudom, hogy mennyiségileg mennyi kell bele, úgyhogy föntről majd szépen bele fogom tölteni azt a mennyiséget, amit ír a könyve. Ahhoz, hogy hozzáférjünk a váltónak a betöltő nyílásához, innen ki kell pakolnom mindent, és ha már ki fogok pakolni, akkor egyúttal kicserélem a levegőszűrőt is. Ki a csavart, mert ezzel lehet tompítani, és nem akarom, hogy minden tisztelővel legyen. Bele, MTF 3-as váltóolaj, direkt a manuális váltóval való. Na és akkor közben betöltöttem én az olajat, ami gyári Honda olaj. A cső végét szépen oda valahogy leviszem, úgyhogy el is férjek. El is elférjem, így. És akkor mehet a pumpálás. Tesszük bele a második palackot. Már
második litert, és elvileg 2,2 kell bele, úgyhogy mivel a szintjelzőt nem tudom, ezért én beletöltöm ezt a 2,2-t, 2,3-at, abból nagy baj nem lehet. És akkor megy be az utolsó pár deci, ebbe belekevertem molibdén diszulfátot, ami egyébként a legtöbb ilyen adalékanyagnak az alapanyaga is, egy hatóanyaga. Azt tettem bele, ezt a pár decit belepumpálom a végén, és akkor igazából meg vagyok a váltóolaj cserével is. Van még egy deci. Itt a vége. Ennyi. Készen vagyok. Jó, és betöltöttük. Visszacsavarjuk a betöltőnyílásnak a csavarját. És akkor utána meg is vagyunk. Jó, és ha majd szét vagyunk szedve, akkor igazából kicseréljük a levegőszűrőt is. Így. Ott is vagyunk. Kihalásszuk. Úgy, úgy. Ja, és akkor kivettem belőle a légszűrőt, csak az előbb lemerült az akkumulátorom. Úgyhogy kivettük a légszűrőt, ahogy nézem, gyári Honda. Amit bele fogunk tenni, ahogy elnézem, minden ugyanaz. Uh-huh. Toyo Rocky Thailand. Oké. Okay. Melyik az új? Ez a rendben. Akkor tegyük be. Így. Bent van, bent van. Még egy kapocs. Ez a patent szemez ide bele. Ki volt esve. Ez pedig ide. Akkor a légszűrő is ki van cserélve. Jó, és akkor rakjuk össze.